Kao što znate, grad Subotica je regionalni centar Severa Srbije i Severa Vojvodine. Tu je jako Sobotka, Isak Srbije i Isak Vojvodine, regionalni škospunta. U ekonomskom, obrazovnom, turističkom, sportskom i svakom drugom smislu. Tako je šag i pokladaš i kultura više samo še diktiran. I kao takav centar zaista raspolaže sa značajnim potencijalima za razvoj. És mint ilyen központ jelentős fejlődési fejlesztési potenciálokkal rendelkezik. Szakakó podrazumába i aktívnu regionálnu i međunárodnu szarányt. Ez pedig feltételezi az aktív nemzetközi és regionális együttműködést. Upravo toj oblasti mi uložemo značajne napore da zajedno sa našim gradskim prijateljskim gradovima zauzemo svoje mesto u ovom delu Jugoistočne Evrope. Épp ezért komoly erőfeszítéseket teszünk testvéri és partnervárosainkkal együtt, hogy minél jelentősebb helyet foglaljunk el ebben a térségben. I vaše gradove i opštine vidimo kao naše prirodne partnere u gotovo svim oblastima. Az önök városait, illetve községeit pedig természetes szövetségesünkként tekintünk, illetve szövetségesekként tekintünk a küszöbön álló tevékenységet. Od Forza Kultúre, preko turizma do prirode. A kultúra, a sport és más tereken egészen a gazdaság. I upravo zato smatramo da je ovaj kontinuitet saradnje koji postoji među naših gradova i u budućnosti potrebno i nastaviti i dalje unapređivati. Épp ezért azt a folytonosságot, amely a városaink és községeink között együttműködésben fennáll, a jövőben is folytatunk, ápolunk, fejlesztenünk el. Jer pored naše obostrane koristi treba imati u vidu da i mi održavanje naših dobrih kontakata zaista utičemo i na razvoj dobrosusjedskih odnosa u širem regionu. A kölcsönös érdekek tiszteletben tartása mellett figyelembe kell vennünk azt is, hogy a tevékenységünkkel hozzájárulunk a jószomszédi kapcsolatok erősítéséhez. Tako da je na nama obaveza da, pored naše dobre saradnje, a tu mislim na saradnje između lokalnih samouprava, obaveza je da potičemo i naše druge subjekte, to jest javne ustanove, javna preduzeća, strukovne organizacije, sportske i kulturne organizacije, da između sebe sarađuju na nivou naših gradova također. Épp ezért nem csak a helyi önkormányzatok között együttműködése van szükség, hanem arra is, hogy ösztönözzük a különböző közvállalatokat, intézményeket, hogy a saját területükön ők is erősítsék, tartsák meg ezeket a kapcsolatokat. Így mi planérma zaista a náredő perdőt, hogy jól folyácsamo, i naše aktivnosti i komunikáciju sa našim gradskim i prijateljskim gradovima. Épp ezért az elkövetkező időszakban szándékunkban áll erősíteni, fokozni a komunikációt a partneri testvér városainak. Poštovani prijatelji, velika zahvalnost na prisustvu današnjeg gosta. Tisztelt barátaim, először is egy nagy köszönet, őszinte köszönet azért, hogy jelen voltak a mai ünnepségen. Skoristi bevo priliku da se u ime lokalne samouprave i svoje lično ime zahvalim to. Szeretnék kérni az alkalommal, hogy az önkormányzat és a magam nevében is ezért köszönetet mondjak önöknek. Dám pozdravim srdečnu dobrodošlicu i nagyon boravak u našem gradu. És hogy azt kívánom önöknek, érezzék kellemesen magukat a városunkban. Obeležavanje dana grada Subotice ove godine organizovalo je rukovodstvo izabrano na sednici Skupštine grada u junu mesecu ove godine. Szabadka város napjának megünneplését ezúttal az a vezetőség szervezte, amelyet a júniusi képviselőket gyűlésen választottak meg. Tako da se za Suboticu može reći da se svrstava među gradove koji mogu da posluže kao primjer da bratimljenje podrazumeva kratkotrajnu projektnu saradnju, nego dugoročno povezivanje partnera koje treba da traje mnogo duže od promjene političkih struktura. Szabadka város jól példázza azt, hogy hogyan lehet, hogyan kell tevékenykedni, függetlenül attól, hogy vezetőségváltás vagy politikai irányváltás történt. Az együttműködést, a partneri kapcsolatokat fenn kell tartani, nem csak rövid távon egy-egy projekt.
intenziviranje regionalne i prekogranične saradnje kroz uspostavljanje novih i formalizovanje starih bilateralnih odnosa predstavlja jedan od primarnih ciljeva grada Subotice. Kako bismo uhvatili korak sa našim partnerima iz Evropske unije u realizaciji konkretnih projekata. A regionális és határon átnyúló együttműködés erősítése azért is fontos, hogy az Európai Uniós tagországokban működő, illetve fennálló partnervárosokkal is együttműködjünk. U predstojećem četvorogodišnjem mandatu Subotička lokalna samouprava će preduzeti sve da unapredi komunikaciju sa bratskim i partnerskim gradovima, kao i sa gradovima sa kojima bez formalnih sporazuma dobro sarađujemo, pre svega putem neposrednih susreta, na kojima bi se razmenili informacije i iskustvo koje se odnosi na brojna pitanja i teme iz raznih oblasti. Négy éves megbízatási időnk alatt arra fogunk törekedni, hogy a partnervárosokkal, illetve a testvérvárosokkal fokozzuk a kommunikációt, de nem csak velük, hanem mindazokkal a városokkal, amelyekkel az elmúlt időszakban jó együttműködést alakítottunk ki. Neophodno je da obezbedimo da se partnerstvo redovno prati kako bi ispunilo potrebe aktualnog trenutka. Važno je i da dvostruko obavezivanje na kome se bratimljenje kao instrument za promovisanje evropskih integracija zasniva bude uspešno, kako između lokalnih vlasti, tako i između organa lokalne zajednice, između ustanova i drugih političkih organizacija. A kölcsönös együttműködés fontos minden téren, elsősorban a helyi önkormányzatok, a helyi vezetőségek, illetve a különböző közvállalatok, közintézmények közötti együttműködés is. Szabadka város ünnepén nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy a mai örömteli pillanatokat együtt ölhetjük meg. Testvérvárosi és partneri kapcsolatunkból adódóan úgy gondolom, hogy közösen átérezzük a mai nap jelentőségét. Lehet, hogy sok-sok kilométer választ el bennünket egymástól, de ugyanazok az egyetemes, keresztény és európai értékek mozgatnak bennünket. Eltérő adottságokkal rendelkezünk, másképp látunk és élünk meg dolgokat, máshogy beszélünk, de pont ez a tulajdonság az, hogy különböző ad lehetőséget az egymástól való tanulásra. A fejlődésnek a tanulás az állapot. Mi pedig szívesen tanulunk és cserélünk tapasztalatokat annak érdekében, hogy városunk lakosságának új lehetőségeket tárgyunk. Egy biztosabb holnap. Egy olyan holnapot, ahol mindannyian büszkén leszünk a elég sikerekre és büszkék Szabadka városára, ahol mindenki megtalálja maga kis helyét az ív alatt, és boldogan, elégedetten élhetjük hétköznapjainkat. Ma arra kérem Önöket, ne foglalkozunk problémákkal, gondokkal, és ha csak egy rövid időre is, tegyük félre aggodalmainkat. Osszuk meg hát, és éljük át a mai ünnepünk örömét, és érezzük jól magunkat itt Szabadkán. Postalene dámei gospodo, drági naši prijatelji. Zahvaljo bi se svima vama, koji ste se danas pokazivali svoje utješnice. Velika mi je čast to što sa vama zajedno mogu da podijelim svečane trenutke povodom dana grada Subotice. Iz odnosa naših pobratimljenih i partnerskih gradova verujem da svi prisutni danas doživljavamo značaj današnjeg dana. Kilometri nas razdvajaju, ali ipak nas vezuju zajednički ciljevi i interesi. Pojedinačno smo vlasnici različitih sposobnosti, govorimo različitim jezikom i upravo ta raznolikost nam pruža prostor za učenje jedan od drugog. Mi smo otvoreni po pitanju učenja i razmjenjivanja iskustva u interesu naših dragih sugrađana, jer time im pružamo nove mogućnosti i sigurnije sutra. Jedno sutra gdje ćemo svi biti ponosni na postignute rezultate i uspehe, ponosni na Suboticu, na grad, gdje će svaki čovjek naći svoje mjesto i bezbrižno i zadovoljno živjeti svoju svakodnevnicu. Dragi naši gosti, naša braćo, na današnji dan želim da zaboravite na brige i probleme, ako i samo na kratko vrijeme, ali želim da sklonimo sa strane sve probleme. Podelimo i doživimo zajedno svečane trenutke današnjeg dana, dana grada Subotice.